Módosított lakásrendelet, emelkednek az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjai, belterületi utak fejlesztésének tervezési munkái kezdődnek el. Döntések a képviselőtestület május 25-i ülésén. Módosításra került a lakásrendelet, mely szerint július 1-től emelkednek az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjai, melyek 2020 óta változatlanok voltak. A bérlakásokat üzemeltető Herpály Vagyonkezelő Kft. Tett javaslatot a bérleti díjak emelésére, komfortos és összkomfortos lakások esetében 200 forinttal, a szociális helyzet alapján kiadott lakások esetében pedig körülbelül 150 forinttal emelkednének a négyzetméterenkénti díjak. Legutóbb 2020. március 1-től változtak az önkormányzati bérlakások bérleti díjai, akkor 2009 óta érvényben lévő díjakat emelte meg a képviselőtestület. A járvány veszélyhelyzet ideje alatt egészen 2022. december 31-ig jogszabály alapján nem lehetett emelni a bérleti díjakat. Most 2023 közepe táján a Herpállyal egyeztetve úgy gondoltuk, hogy itt az ideje egy újabb bérleti díjemelésnek. Minden ilyen esetben vizsgáljuk a környező települések, a hasonló nagyságú települések rendeleteit. Nagyon nagy szórást mutatnak, de ez egy közép érték, ami természetesen a kezelőnek kevés, az ott bérlők számára pedig sok, de mindenképpen a költségek emelkedése miatt erre mutatkozik kényszer, hogy akkor ezt meghozzuk, ezt a döntést, és természetesen a képviselőtestület döntését követően, mivel ez július 1-től lép hatályba, a bérlőket írásban tájékoztatjuk az emelés mértékéről. Az ülésen hosszan tárgyaltak a napirendről. Elhangzott, a jelenlegi piaci bérleti díjakhoz képest ezek az árak még mindig alacsonynak mondhatóak, körülbelül egyharmada azoknak, és ebből is látszik, nem pusztán gazdasági szempontokat vettek figyelembe az emelések előkészítésekor. A rendelet módosítását végül 7 igen, 1 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el. Egy elfogadott határozati javaslat szerint az úszoda épület bővítésében létrejött ingatlan, annak vagyonelemei a Herpály Vagyonkezelő Kft. Vagyonkezelésébe kerül, a céggel kötött szerződés módosítása ezt rögzíti. A beruházáshoz felvett hitel és kamatai visszafizetéséhez a forrást az újonnan létesült gyógyászati részleg Gróf Tisza István kórház általi működtetése fogja biztosítani. A képviselőtestület elfogadta az ülésen a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2022. évi ellátásáról szóló beszámolót. A Vassenő óvoda és bölcsőde intézmény vezetője fordult azzal a kéréssel a képviselőtestület felé, hogy a szeptemberben kezdődő nevelési évben engedélyezze a csoportokban a maximális létszám 20%-kal történő túllépését, mely 30 főt jelent. Nagyon nehéz mindig a csoportokat kialakítani intézményünkben, de annak nagyon örülünk, hogy még mindig nagyon sok gyermek választja az önkormányzati bölcsődét és óvodáinkat, és sok tényezőből áll össze az, ahogyan kialakítjuk óvodánként a csoportokat. Minden óvodában a tagintézményvezetők döntenek arról, hogy a gyerekek milyen csoportba kerüljenek, és ezt közösen az óvodapedagógusokkal megbeszélik. Nagyon fontos, hogy hány gyerek megy el iskolába abból az óvodából, hány csoportból, mert van, hogy több csoportból is elmennek iskolába. Kiemelten fontosnak tartjuk az életkort, és arra törekszünk, hogy tiszta csoportjaink legyenek, tehát kicsi, középső és nagy, viszont ez nem mindig megoldható, és ezért próbálunk inkább kis átmenetes csoportokat létrehozni, ami azt jelenti, hogy kicsik, középsősök együtt, középsősök nagyok. A nagy átmenetes sokkal nehezebb, azt gondoljuk, és mindig próbáljuk a gyerekek érdekét nézni, és hogy szakmailag felkészült óvodapedagógusokkal együtt minél többet, több képességfejlesztést véghez vigyünk, és a gyerekek, mire elérik az iskoláskort, próbáljunk meg belőlük kihozni a legtöbbet.
Közbeszerzési eljárás eredményét is megállapították az ülésen. A TOP Plus program keretében szilárd burkolatlan látnak el 10 utcát, az ehhez tartozó tervezési munkát és a tervdokumentáció elkészítését a Globál Tervmérnök Iroda Kft. Végezheti. Három önkormányzati ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséről is döntés született. Egy magyar utcai előkert és két besenyei lakótelepi garázs kerül eladásra. Mindhárom esetében tartózkodás és nem szavazat mellett fogadták el az előterjesztést. Elfogadta a testület a Humánpolitikai Bizottság által kiírt pályázatokra jelentkező alapítványok és egyházi jogi személyek idei támogatásáról szóló előterjesztést is, mely szerint 16 pályázót részesített támogatásban. Az ülés végén több jelzés is érkezett a képviselőktől. Többek között Kis Tamás a városban lévő kiszáradt fákra, tujákra hívta fel a figyelmet, szorgalmazva a minél hamarabbi kivágásukat. Szántai László a városi csapadékvízelvezető rendszer kellő karbantartására hívta fel a figyelmet, hogy esetleges nyári intenzív esős napokon el tudják vezetni a csapadékot.